Már egy hete vagy tepete, legyen már belőled, légy! Legyen, mint minden legyen, rajtad is hat láb legalább. Szárnyaid is legyenek, a fene egye meg, mert ha légy vagy, légy, légy! Mondta vagy száz légyöltő előtt a költő. Beszédében tartott egy kis szünetet mert a kis légy éppen akkor született. Aztán befejezte atyai intelmét. Kerüld el azt mindenképp, mi ragacsosan tapad. Menj, a mai naptól magad szerezd meg az eledeled. Legyek, ura, legyen veled. A tanácsok ellen a kis légy nem lázadt. Bár oly lámpalázat érzett már a legelső faláskor, mint a színész is nehezen palástól, bele is sült rögtön a mákos kalácsba. Nem hallgatott az atyai tanácsra.